A 9. fordulóból előrehozott bajnoki mérkőzés elindul a szezon az SBS Eger számára. Elsőként a címvédő Telekom Veszprém vendége lesz a megyeszékhelyi csapat. Milyen célokkal, milyen elvárásokkal utazunk erre a mérkőzésre? Hát úgy gondolom, hogy a héten a felkészülésünk lezárul. Amit terveztünk munkát, azt elvégeztünk, többé-kevésbé sikeresen. Örülök neki, hogy végre most már tért mérkőzések jönnek. Még akkor is, hogyha ez Veszprémben van az első. Én nem bánom, megmondom őszintén, mert két jó csapattal játszhatunk jövő héten, ebből első a Veszprém, ráadásul a Veszprémi arénában, úgyhogy bízom benne, hogy a fiúk is lelkesedéssel fognak érkezni oda. Mindenki tisztában van az erőviszonyokkal, tudjuk, hogy azért a Veszprém más szintet képvisel. Mik azok a részcélok, vagy esetleg olyan elképzelések, tervek, amiket mondjuk reálisan elvárhatunk a csapattól? Hát mindenképpen ilyenkor a fő cél azért a tisztes helytállás szokott lenni, de azért általában az úgy szokott kinézni, hogy az első fél időben tartjuk magunkat, és akkor a második fél időben jön ki igazán a két csapat közötti különbség. Én nagyon bízom abban, hogy mindenki motivált lesz, a fiatalok meg akarják mutatni magukat. Sok volt veszprémi játékosunk van, akik ilyenkor nagyon szeretnek bizonyítani. Ráadásul mindig jó érzés egy ilyen nagy csapat ellen játszani. Igazából tét nincs a játékosokon, úgyhogy teljesen felszabadultan játszhatnak.